Egyszer csak hirdettek az újságba, hogy külföldi fa eladó, így ilyen egyszerűen, és akkor elmentem, megnéztem valahol külterületen, és akkor én ezt megvettem, el kellett adnom a bőgőmet, mert nem volt pénzem persze, sose volt pénzem, és akkor azt megvettem. És akkor abból, tulajdonképp abból lett a báb sorozat, mert ugye kis darabokat ki lehetett venni, és akkor ezek a marionett bábok, ezek így ekkorák. És a mozgás karakterekkel össze kellett ötvözni a jellemábrázolásokat. Ez akkor nagy kihívás volt számomra, de ez az első olyan munka, amit ma is vállalok. A többit borítsa feled, és innen indultam el. Én ilyen vagyok, hogy nem mértem magam soha senkihez, nem is érdekelne különösebben. Megyek a magam útján magányosan, mint egy bolygó az űrbe, és nincs bennem megmutatkozási vágy. A zebra. Ez a szép, kövér, szelíd lény, akinél hát feltehetőleg a meghatározott szempontrendszer szerint a végletekig a artikulált tömbszerűség lehetőségé foglalkoztattak. Ez azért egy többé-kevésbé kiérlelt korszak záróakkordjának bizonyult, annak ellenére, hogy ezzel a sajátságos fajszellemeszerű állatábrázolással egyelőre nem tudtam felhagyni. Az érdekel, hogy a maximumot kihozzam magamból, elmélyedjek valamibe odáig, ameddig képes vagyok rá, és ezért van az, hogy nekem minden munkám viszonylatában nyugodt vagyok, hogy az adott pillanatban, az adott fejlettségi szinten ezt nem tudtam volna jobban megcsinálni. Ezért kell tökéletesnek lenni, hogy később ne érezzem úgy, hogy hát azért be többet bele lehetett volna rakni. Én mindent belerakok, ennyi jön ki belőle, mert lehetne több is. De az ember egy helyen áll, egy adott helyen áll. Hát jobbat nem tudok, rosszabbat nem akarok, ezt adja ki az egyenleg, de én az embereket nem akarom megszólítani, erről szó nincsen. És az, hogy a Jaguar az olyan lett, amilyen, az bizonyos fokig ezeknek az edényeknek a lényege, hogy egy olyan figurális korpusz, ami nyitva van, tehát hogy a lélek kibe jár, szóval nincs bezárva, hogy a gnosztikusoknak a nagy problémája volt, hogy a lélek be van zárva a testbe, és akkor ünnepelték azt, aki meghalt, mert akkor kiszabadult a bezárt lélek. Szóval hogy itt ez úgy szabad a pálya, de ugyanakkor van egy ürügy, egy fizikai forma, egy állati forma, ami hát nyilván ahhoz tudnak az emberek kapcsolódni, tehát ez a forma, ez szólítja meg az embereket. Ez egy olyan házi használatra csomó sorozatnak nevezhető munka, ami 6 különálló, önálló talapzatokkal rendelkező összetevőből áll, és egyfajta folyamatábrának tekinthető, olyan korképnek szántam, amely korkép is egyben, ahogy bonyolódik, úgy sötétedik, vagy fordítva, attól függően, hogy a sort melyik oldaláról szemléljük éppen, hiszen a térben van elhelyezve. Azért az elhelyezés lehetővé teszi, hogy a kérdés magában hordja a választ is, amennyiben a hanyatló tendencia másik oldalról rátekintve emelkedővé alakulhat, és épp olyan jogot formálhat bennünk a bizakodásra, mint a másik oldal a csüggedésre. De itt is lényeges szempont volt az összetevők és az irányok egyensúlyba tartása. Pokoli drága és színes fákból csináltam, és nagyon fontos, hogy én soha nem festem a fákat, itt jegyezném meg, hogy soha nem festem, minden a saját színében pompázik, és ezekkel a faszínekkel törekedtem egy ilyen színpompás természeti rend lekövetésére, a fehértől a feketéig, napat az éjszakáig, tavasztól a télig, vagy fordítva. Hogy te direkt a lehetetlennel birkózol, direkt próbára teszed magad, mint hogy direkt kiszúrnál saját magaddal. Hát van, igen, ez egy erős hajlam él bennem erre, igen, hogy jó kitoljak magamat. Amúgy persze pont ez vonz, hogy valami tökéletessé, hát nem tökéletes, mert hagyjuk ezt, de mondjuk legalább hibátlan legyen, ha nem is tökéletes, legyen hibátlan. A tökéletesség az a hibátlanság után van, tehát hogyha valami nem hibátlan formailag, meg szakmailag, meg akkor ott mi van? Ott semmi van. Ott egy félkészség van, az egy gondolati jel a mondat végén. Nem lett befejezve a mondat. Én igyekszem befejezni a mondatot, és pont ott tenni a végére.